Ez az utca Dombóváron, ahol hamarosan csatornát újítanak fel. Nem kell már sokat várni a megvalósításra, 2 héten belül elindulhat a munka a főutcában. A kivitelezés egyelőre meghatározott ütemterv szerint folyik. Erre mi összeálltottuk már a koncepciónkat. Természetesen, ami adhok közben jön, esetleg olyan közművek, amiket minden alkalom, amikor föld alatt dolgozunk, ezek nehezítik a munkánkat, de úgy tervezzük, hogy a szerződésben megkötött határidőre a munkát rendje módja szerint elvégezzük. A beruházást idén novemberig be kell fejezni, mondta Pintér Szilárd polgármester. A dombóvári városvezető hozzátette, hogy amikor a Tolna vármegyei önkormányzat megnyitotta a toppos felületet, azonnal megragadták az alkalmat és pályáztak. A Fő utca 2 ütem, illetve az Ady utca 1 ütemére tudtunk pályázni. Ez több mint 1 milliárdos beruházás a város életébe, amire azt gondolom, hogy példanélküli, hiszen ekkora léptékű infrastruktúrális beruházás már nagyon, nagyon régen volt Dombováron. Most pillanatnyilag a Fő utca teljes szakaszáról beszélünk, ahol meg fog újulni a csapadékvízelvezető rendszer, a parkolók, a járdák, az autóbejárók, és azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívást tesz ebben a munkába, annak a ma még védett fasornak, a 100 éves gesztenyesornak a kivágása, illetve aztán annak a pótlása. A beruházás keretében többek között a csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódóan 230 új áteresz és kapubejáró készül, továbbá 5032 négyzetméter járda újul meg, és 3600 folyóméter burkolt vízelvezető áró készül el.